Fesztivált alapított. A program sorozat célja, hogy minél többen megismerjék az ide érkező madarakat. Jó napot kívánok! Valószínűleg az ország legcsendesebb, legszelidebb fesztiválja, a Tatai Vadlúcsok Adalom Fesztiválja, ugyanis itt nincs vusli, nincsenek koncertek, egyedül a vadlibák hangja hallatszik csak, amikor reggel kihúznak a környező szántóföldekre, ahol táplálkoznak, illetve este behúznak onnan. A tiszteletükre rendezett fesztiválra a vadlibák az északi tundrákról, Skandináviából, Szibériából, míg a madarászok még Japánból is érkeznek. A fesztivál idén 15 éves, és hogy mitől lehet érdekes 10, 20, 30, 40, 50 ezer liba a belvárosi vízfelületen. Erről Musicz Lászlót kérdezem, a Magyar Madártan és Természetvédelmi Egyesület Komárom-Esztergom megyei csoportjának a vezetőit. Mitől érdekes a madarászok számára? A vadlúcsokadalom gyakorlatilag az ország egyik leglátogatottabb, vagy talán leglátogatottabb zöld fesztiváljának számít. Ilyenkor mi madarászok is az ország minden szegletéből, és természetesen a közeli vagy környező országokból is egybegyűlünk. Egy kis eszmecserére, egy kis magamutogatásra, hiszen szeretnénk az öreg tó hírét minél messzebb vinni. Valóban büszkék vagyunk arra, hogy itt egy belvárosi tavon több tízezer vadlúd gyűlik össze, és ez évről évre, évszázadok óta így zajlik, tehát ez egy örök csoda. Beszéljünk egy kicsit a vadludakról. Honnan érkeznek, mitől függ, hogy mennyien jönnek, és ugyanazok a családok érkeznek, ezt honnan lehet tudni? Rendkívül érdekes az a területhűség, aminek most már a gyűrűzések tanulságai alapján tanúi lehetünk. A nyakgyűrűkből tudjuk, azokból a leolvasásokból és GPS jeladókból, hogy tényleg visszatérnek, és hosszú éveken át visszatérnek hozzánk ugyanazok a vadlibák. Szibériából, Skandináviából, tehát mindenképpen az északi tundrák világából 5-5,5 ezer kilométer távolságból érkeznek ide Közép-Európába, főleg a Kárpát-medencébe. Azért azt mondjuk el, hogy ez, hogy vadliba, ez nagyon sokféle libát takar. Mennyi félék ők? Igen, 9-10 vadlúd fajról beszélhetünk. A nagylilik és a vetési lúd adja a több ezres tömegét az itt látható vadludaknak. Mellettük nyári lúd, apácalúd, vörösnyakú lúd, örvöslúd, kislilik, indiai lúd. Tehát egy rendkívül színpompás kavalkát fogad bennünket. A fesztiválnak az egyik célja, hogy például ezt megtanítsa elsősorban a gyerekeknek. Miért fontos ez? Miért fontos, hogy a civilek számára is látványossá tegyék ezt a fesztivált? Igen, egyrészt a természet sokszínűségére és csodájára, erre a visszatérő csodájára szeretnénk felhívni a figyelmet. Másrészt pedig egy tényleg nemzetközi egyezménnyel védett tó példáján keresztül ráirányítani a figyelmet a természetvédelemre. Nagyon fontos, hiszen mi magunk, a itteni helyi természetvédők is sokszor egyeztetünk különböző partnerekkel, hogy magát az öreg tavat hogyan üzemeltessék, hogyan működjön. Ez alapjaiban határozza meg az itteni természeti értékek sorsát. 15 éves már a fesztivál. Mit sikerült elérni a környezetvédelmi területen? Rendkívül fontos, hogy ma már gyakorlatilag téli időszakban úgy üzemeltetik az öreg tavat, ahogy a vadludaknak a legoptimálisabb. Nagyon szépen köszönöm. A Tatai Vadlúcsokadalom Fesztiváljának még, hogyha vadludakat nézzük, a kezdetén tartunk, hiszen most 20 ezer körül van a vadludak száma, de a tél folyamán még érkeznek, majd akár 50 ezeren is lehetnek, februárban, március elején pedig indulnak vissza a skandináv költőterületeikre.